Oh yeah. Oh yeah, nem tudom mi ez a zene, de nagyon élem. Chill, chill life. Hello! Szerbusztok! Várjatok, kép nincs, lesz. Hey! Hello, 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 szerbusztok, srácok! Mi a helyzet? Fú, de rég élőztem, Astral-t. Ma teljesen elfelejtettem, nem is tudtam, hogy hogyan kell. Ú, ez itt felettem, de jó, hogy ez itt van. Nem tudom, ezt mikor állítottam be, mindegy, itt van. Szerbusztok, srácok! Hey! Oh! Oh yeah! Mi a helyzet? Hogy vagytok? Szerbusztok a nevem. Rég találkoztunk élőben. Rég találkoztunk. Ú, ez a zene. Ez tök jó ez a zene. Nem tudom, honnan van. Chill. Ez ilyen nyári. Kiülsz. Ez egy jó zene. Mi van? Mi van? Mi a bajod az ablakunkkal? Hát ez mi baj van? Hát ez egy ablak. Hát hagyd lássák. Hát mi? Még majd a Jokernek a fenekét is lehet majd nem látni. Hát ott az ablak le van húzva, onnan jön be a levegő. Mi a probléma? Nincs probléma. Hát ez, igen, ez az ablakunk, hölgyeim és uraim. Nézők ablak, ablak nézők, tessék. Hú, úristen, Óvermekedély, ahol lakik, ott van ablak. Hát mi történik? Hát ez, nincs ezzel semmi baj, drága. Köszönöm szépen Ildikó Veresnek a 28-os tagságot. Azt a mindenit. Szerintem most nagyon sokan leblokkoltatok, hogy ott van egy ablak. De... Hallod? Rahel? Mi a probléma az ablakkal? Mi a probléma az ablakkal? Semmi probléma nincs, mert csak azt hittem nem lehet. Ja nem, ez így tökéletes nekem. Ma úgyse azt fogjuk majd látni, mert most horror live lesz. Egészségére mindenkinek. Iszok egy kis Zero Tati Juice-t. Ugye ezt a Zero-t most már ijatom én is, nem lesz tőle két kazán. Hát ilyen nagy kazánajtó, tudod, ilyen jobb kézzel kell jó erősen kinyitni nagyanyámnál, tudod. Nem lesz ekkora fenekem tőle, mert ebbe se cukor, se koffein, úgyhogy köszönjük szépen Jánosi Gergőnek innen is, nagyon szépen köszönjük. És finom, úgyhogy köszönöm szépen Gergő innen is, hogy rám is gondoltál. Köszönöm szépen. Ablakot Owen bemutatja, így van, ez az ablakunk. Nézed? Fight Nights at Freddy's-es Shopee-ban. Srácok, a mai élőadásban egy olyan játékkal fogok játszani, ami... Cheese... Aj, köszönöm szépen, Nikolett, ez egy kicsit beütött, így alulról jött. Így... Szia, Pej, szép estét, napot, és persze jó gémezését. 10.000 forint! Miről besz... Mi? Nikolett Rédai... 10.000 forint. Nikolett... Egészségedre. Ennyit tudok mondani. Próbáld ki te is a Zero-t, ha gondolod. Ezt nem kellett volna. Köszönöm szépen a 28 hónapot egyébként, azt már mondtam. Jó ez a zene. Na, csak hogy tisztázzuk, ma horrorjátékkal fogok játszani, srácok. Chills Art, a Chills Art Games kiadott egy új játékot. Név szerint, hogy Night Security, vagy nem tudom, oda van írva. Majd ti is mindjárt láthatjátok. Elvileg egy horrorjáték lesz, nem tudom milyen hosszú lesz, nem tudok róla semmit. Viszont horror. Úgyhogy viszont maga a tematika tök jól hangzik, hogy egy éjjeli őr vagy, tudod, és akkor neked ott kell dolgoznod, meg úristen, itt még senki nem mert ennyi ideig dolgozni. Meg tudod, ez a szokásos horror klisé, tudod, hogy úristen, itt emberek tűntek el, úristen, Night Security Guard, úristen. Narancsos Fortnite 1000 forintot küldött, nagyon szépen köszönöm a narancsot és a Fortnite-ot is, és az 1000 forintot is. Jó nyári szünetet kívánok egyébként mindenkinek, tényleg ezt elfelejtem, mekkora bunkó vagyok, érted? Jó nyári szünetet, anyád csúszik le már. Na, szóval jó, security, mi? Jó nyári szünetet kívánok neked, engedd meg, hogy jó nyári szünetet kívánjak nektek. Köszönöm szépen Krepikolon 8 hónapot, tesó, és köszönöm, hogy itt vagy, hogy moderálsz. Itt van Sprite is. Sprite, te nagyon szimpatikus vagy nekem, mint új moderátor, mert te mindig itt vagy. Igen, és ezt most Josi, vedd magadra. Nem, vicceltem. Szerbusz, Josi Kálma, te is itt vagy, meg mindenkinek. Na jó van, srácok, én azt mondom, hogy most szólok utoljára, hogy ez horror lesz. És hogy mit jelent az, hogy horror? Hát azt jelenti, hogy ezt a játékot... Elment a kép, nem baj, várjál, visszajövök egy pillanatra, várjál. Bocsi. Szóval, hogy ezt a játékot nem nagyon ajánlom olyan embernek, aki esetleg fél vagy... Vagy nem szereti a horrort, vagy utána nem, mert Jesus. Hová tűntem? Itt vagyok. Az hogy megváltozott egyből a zene meg minden. Lehet, hogy ez hangos lesz, srácok, várjatok. Kicsit lentebb veszem először a hangot, jó? Csak itt a menüben. Ami elsőre szimpatikus,
az az, hogy van magyar nyelv. És az nagyon jó, mert egy horror játékban ugye nagyon sokszor vannak írva dolgok, hogy úristen, olvassuk el, hogy itt most van valami, itt most van valami, itt most történt, vagy nem tudt elolvasni most magyar, hogy mikor ugyanolyan magyar fordítás lesz, mint a múltkor a játékukban, mert egy has ugyanaz attól a készítőtől fogom bemutatni ezt a játékot. Nicolette Rédai 5, óvja meg egy tagságot ajándékozott. Nicolette, mit csinálsz? Köszönöm szépen, itt van Barbara Dulka, Dorina Horváth, Görény, Owen Fanya, Puffron, azt a mindeni. Szia Peti, örülök, hogy végre kiadták a Cheers-tól ezt az új játékot. Előzetesből ítélve már most tetszik. Martin, na, zsír, hát akkor megnézzük együtt, mit szólsz hozzá. Akkor biztos, hogy para lesz. Én nem tudok róla semmit, csak írták nekem, hogy kijött egy új Cheers Art játék. Ugye ez a Cheers Art, pont eltakarom őket, de itt vannak mögöttem, ez tök jó játékokat csináltak eddig, tök jó horror játékokat, egy párat már be is mutattam a csatornán. Töltött káposzta feliratkozott, ennyi az életem, az... Most az élet, most, hogy egy töltött káposzta is előfizetett a csatornámra, én úgy gondolom, hogy... Na, szóval Night Shift Security. Azt mondja, biztos vagy benne, hogy mentett arra, milyen adatok? Tehát, hogy töröljed a semmit, mert nem játszottam még ezzel. Azt mondja. Otakubi, köszönöm szépen a 6 hónapja tagságot. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van. De várjátok, srácok, nem túl izé? Halk a játék, biztos? Hangerő fullon van. Várjátok, csináljuk azt, srácok, hogy visszaveszem az eredeti hangját a játéknak, vagy most direkt fagyott ki, mert kialtaboltam, visszaveszem. Fura felhúzom, és akkor most teszteljük a hangot, jó? Hogy mennyire hangos. Nekem retek hangos. Narancsos Fortnite, köszönöm szépen a 200 forintot! Ruland! Hey! Rulandnak is köszönjük szépen a 200 forintot. Ruland, te jó bátya! Kitty Lengyel! Nagyon szépen köszönöm a tagságot. Nem sokára 800 tagunk van a csatornán, srácok. Úgyhogy most már ideje csinálnom egy csak is kizárólag tagoknak szóló live-ot. Úgyhogy, ja. Hangos a játék hozzám képes? Nagyon? Majd szóljatok. Tudja, nem tudom. Kulcsá Viktória, köszönöm szépen a 4 hónapot. Na, miről van itt szó? Itt vagyok, itthon, vagy mi? Most itt aludt, vagy hol? Elfeküdtem? Elfáradtam, vagy mi történt? Na, hol vagyok? Van légkondi. Ez már rossz nem lehet ez a hely. Szóljál hangos a játék? Ide állok az eső alá, hangos? Hangos a játék? Eddig nem hangos. Jó van Sprite, neked elhiszem. Nicoletta! Nicolette Rédai! Még egyszer 10.000 forintot kikér... Nicoletta! Miért? Miért? Köszönöm szépen, de nem kell, Jézus, Jesus! Nem kérek, köszönöm, nagyon, nagyon aranyos, hogy köszönöm szépen, tényleg csak élvezd a livestreamet, de oh my god, köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Na jó van, szóval hol vagyok már, most kicsit szedjük össze magunkat, szóval felkeltem, innen. Ez életem legnagyobb legója, amit láttam, hiszen itt lehet kapcsolni. Ez mi? Aha, kaja, várjál fél. Meg lehet vizsgálni a kaját. Nice. Ez mi? Ez egy tablet? Dehogy tablet, ez egy tálca, Péter. Ez egy tálca, jó? Tablet? Jutko Matko, köszönöm szépen a 400 forintot. Kitty Lengyelnek a 200 forintot. Köszönöm szépen mindenkinek. Érezzétek jobb magatokat itt Pettyel egy darabig. Nem tudom, milyen hosszú a játék amúgy, tehát nem tudom. Ez mi? Van gyerekem? Lehet, hogy én szoktam itt szabadidőmbe csinálni ezt a... Igazából meg lehet vizsgálni dolgokat, aztán csak az escape-el tudok kinyi... Tehát ennyi. Jó, hát megvizsgáltuk. Ez egy legóház. Remélem gyerekem van, mondjuk azt sem vagyok. Én simán leállnék itt amúgy játszani 32 évesre. Hol érdekel engem? Hallod? Jó, ezt is. Azt mondja, hogy... Hoppá! 23-a van, happy birthday. Kinek van születésnapja? Nekem? Nekem van szülinapom? Vagy a gyermekemnek? Vagy nem tudom, ki vagyok. Gondolom egy férfi. Köszönöm szépen Hanako-kunnak a 2 hónapot! Szerbusz Hanako-kun! Jó, hát valakinek szülinapja van, szóljatok, hogy hangosok el a gameszkoszt, lentebb veszem, várjál, beállítások. Kicsit lentebb vegyek, belül egy ilyen 9... Mi az a 0,9? Az milyen hang? Egyesre lehet felvenni a hangot, de mi az, hogy 0,9? Mi az, hogy 0,9? Elvileg magyar lesz a játék, remélem a játék is magyar lesz, nem csak a menüje. Tehát, hogy birthday... Hoppá, figyelj!
Azt mondja, van egy feleségem, meg van egy kislányom. Ez már biztos, hogy kiderült. Mikor megyek dolgozni? Amúgy le a kalappal, megmondom őszintén, ez a rajz, ez eddig a best. Alig várom, hogy az én egyszer a kislányom majd rajzoljon nekem ilyet. Ezt engem is ilyen dagadtan fog lerajzolni, akkor viszont... Beus! Beus! Köszönöm szépen a tésznapos tagságot. Szerbusz, Beus, örülök, hogy itt vagy. Hoppá! Hát nem vittük túlzásba a bevásárlást, azért tök normális, de 7 éves lesz a kislányom. Nikolett! Ez már 30 ezer forint! Nem fogom tudni visszaadni, Nikolett! Ne csináld! Úristen! Itt vagyunk hónap végén! Tartalékolni kell a pénzt! Csirkefarhátra, meg mindenre, Nikolett! My God! Hát le is főttem, én már seggemen folyik a víz! Köszönöm szépen, de tényleg, Jesus! Nikoletta! Egyszerűbb, ha átutalod a full fizetésedet, nem tudom... Nincs értelme, Niki, köszönöm, nagyon aranyos vagy, tényleg, köszönöm szépen, de jeez. Köszi, tényleg, nem bírok hálálkodni. Szóval 7 éves lesz a kislányom, vagy hát kislányom van szerintem, viszont nem vittük túlzásba a bevásárlást egyébként. Szóval azért a lényeg az megvan. A lényeg. Aha, azt akkor most mi van most? Hello? Ez gondolom otthon vagyok még, laundry. Szennyes. Hi, jó sok. Köszönöm szépen Csenge Hegyesnek a 4 hónapos tagságot. Oké, meg tudom vizsgálni a szennyes, de így... Meg tudom egyszer a szennyes nézni, meg a... És ennyi, nem lehet csinálni semmit, csak meg tudod vizsgálni. Az is szennyes. Meg lehet... Hallod, majd mondj még egy játékot, ahol meg lehet vizsgálni a szennyest. Nem fogsz tudni még egy olyan játékot mondani, ahol a szennyest lehet vizsgálni. A bezeg a budit, azt nem lehet megvizsgálni. Azt bezeg nem lehet megvizsgálni. Hoppa, itt alszik a kislányom. De cuki. Őt is meg lehet vizsgálni. De ez ennyi? Jó van, aludjál. Aludjál. Jó üres szegénynek a szobája. Egy baszod nagy maci van ide berakva, az kész. Nem kér sokat, ő egy normális. Van feleségem is? Ott alszik a feleségem is. Jó van, oké, alszanak, a család alszik. Megnyugodtam, hogy nem fekszik mellette idegen férfi. Befeküdtem mellé az ágyba. Hello, édesem! Most mi van? Deretek hangos. Ez már biztos. Hé, de mi történt? Hát befeküdtem a feleségemhez, az kirak a játék. Még a feleségem mellé sem feketek be? Hát mi van ezzel? Szia Peti, Aliznak a napokban volt a szülinapja. Téged kért, azaz veled szeretett volna találkozni a nagy napon. Ha itt felköszönted, azt megköszönöm. Várjál pillanat, csak nem hallok semmit. Október 22, biztonsági őr, 35 éves. Já! Na, szóval, mindjárt beállítom, hogy ne legyen hangosak a meszkó, szóval akkor innen is szeretném felköszönteni kedves Alice-t, szervusz Alice, boldog születésnapot, a nagy nap, ez a te napod vagy, van volt már, nem tudom, de nagyon szépen köszönöm, egyrészt, hogy felköszönhetlek, ez hatalmas megtiszteltetés, és az egészségedre kortyintok most egyet, figyelj ide Alice, klugy-klugy! Boldog születésnapot mindenkinek, akinek lesz, meg neked is Alice, köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem 4 hónapja. Itt van Elin a 12 hónapos tagságával. Elin is itt van. És Nikolett Rédai még mindig nem bír magával, mert ötöd ki. Hát nagyon köszönjük, Nikolett, ezt a live-ot te ezt elvitted. Betty, kapta Yeet Beater, meg Kristina, meg Undertale, I don't know, nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, és köszönöm szépen Pufironnak is. Szia, te vagy a legjobb. Köszönöm szépen! Köztesú! Köszi! Hétvégén Győri videós találkozó, ha esetleg valaki el akar jönni. Linkek a leírásban. Na, szóval nem szeretném, ha nagyon hangos lenne a játék, úgyhogy azt nem tudom, hogy mi lenne a jó beállítás, hogy azért ijedjünk is meg, tudod, de azért ne legyen nagyon hang. Ez már jobb. Jó, megnézzük majd, hogyha bemegyek valami olyan helyre, ahol esetleg nem fog ennyire esni az eső, akkor... Úristen, de hangos, várjál, nesze. Kicsit muszáj lentebb venni, nem hallom magam. Hol vagyok? Leo!
ilyen nagy furgonom van. Hallod amúgy az mennyire rossz érzés, mert konkrétan a játék így kilökött így a feleségem mellől. Tehát, hogy így... Érted? Semmi az, hogy így befekszek a feleségem mellé, meg minden. Hova kell menni? Mi ez az ajtó? Jó, van, hát nekem minden. Ez egy ajtó volt? Sorry. Az ki volt. Azt láttad? Várjál, kilépek. Azt láttad, bro? Mi van? Ha ott ment egy nő. De várjál, hagyd nézzem már meg a grafikai beállítását. Mi van Very Lovon? Medium! Azért nem volt ajtó. Majd elkezdett lagolni. Inkább visszaveszem Very Lovra. Rohadjak bele. Elengedtem! Azt a nőt, azt valaki látta. Mi a f... Mi van itt? Dolgozni jöttem! Láó! Van itt valaki? Jaj, máma! Jó, visszaveszem maxra hangerőt. Ki fogok cseszni? Amúgy miért van 4K-n van a felbontásom? Miért? De jó! Úristen, mik ezek a hangok? Könyörgöm, ne csináld már, ez a játék már most kész. Nem bírom. 4K volt a felbontásom. Nem, na. Yeah! A jazz a kedvencem, a jazz, a jazz, a jazz! The jazz! Csodjai Kozsi Kim, köszönöm szépen a 400 forintot neked is, és Rozmán Szabosnak pedig 9 hónapot, szia, mert tegnap volt a születésnapom, 12 éves vagyok, boldog születésnapot utólag! És itt van Hatskeding, szia Pej, te vagy a legjobb videós! Köszönöm szépen, igyekszek! Annyira nem is félek már ettől a munkahelytől, így hallod, ezzel a zenével, de várjál, vissza akartam venni a hangerőt. Nem általános, most vissza már, hol van már a hangerő itt? Ez így jó? Ez így jó lesz. Oh yeah! Ezt nem kapcsolom ki, ezt a zenét. Yeah, yeah, yeah. Szóval ez a munkahelyem. Itt vannak a kamerák. Nice, jó. Ott akkor is ment egy asszony, engem nem érdekel. Éjfélt mutat az óra. Nice, és nem jár, vagy mi van? Ez nem jár. Viszket az orrom belülről. Megszakadt a kapcsolatom a Kiego Ochigivel, aki biztonsági őr volt ebben az épületben. Valószínűleg felmondott. Mostantól rád bízom a munkát, ennél a cégnél van egy szabály. Tilos az éjfél utáni túlórázás. Azt hiszem, szép félre jöttem dolgozni. Ez itt már bukó. Járőrözés előtt ellenőrizd az időt, a biztonsági felvételeket, és a biztonsági ad... Ellenőrizd az időt, a biztonsági felvételeket, és a biztonsági adatokat, minden jót. Yamamoto! Yamamoto menedzser. Aj! Mi van? Yamamoto! Szóval járőrözés előtt ellenőrizd az időt, a biztonsági felvételeket és a biztonsági adatokat. Jó van. Ezek a feladataim. Yamamoto vagyok. Mi? Ezt... Elég a jazzből. Nikolett! Nikolett! Bocsáss meg! Én elhiszem, hogy úgy gondolod, hogy ez az éjjeli őr munka, ez fos. Meg nem lesz elég pénzem, hogy eltartsam a kislányomat és a feleségemet. De mi ez már? 50 ezer retkes, büdös forint, Nikolett! Nikolett, Rédai, nem tudom, arra szeretnék kérni, legalább gyere el egy rendezvényre, hogy kezet ránkhassak veled, és megköszönjem, mert el már, komolyan mondom, most már a seggem legyen elől, és nem tudom, hogy ez miért? Köszönöm, de Úristen, könyörgöm, vigyázz magadra, vigyázz a pénzedre!
Jó, állj, nem bírom. Én nem, nem, tudod. Én ezt nem hiszem el. Mondj már valamit! Hát most mit mondja? De miért csinálja ezt valamit? Nagyon szépen, tényleg én már nem tudom, valami, találjunk már ki valami sámán idézést, vagy valami, hogy köszönjük meg normálisan, vagy én nem tudom. Azt a mindenit! Nikolett, nagyon szépen köszönöm, de nem fogom tudni visszaadni. Nagyon szépen köszönöm, Nikolett, de remélem valami olyan munkád van, ami emiatt nem kerülsz hátrányban anyagilag, mert nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg, hát már le kellett vennem a szemüvegemet, már nem bírok hülyéskedni se. Köszönöm szépen. Ajj. Na. Aki szingli itt a cseten, ajánlom Nikolettet, és nem azért, mert ilyen bőkezű, azért, mert normális nő valószínűleg. Tessék, lehet neki udvarolni. Kocsó Jim, Kimzi Jim, köszönöm szépen az egy hónapos tagságot. Közben amúgy itt nem ölt meg engem egy szellem sem, szóval nincs probléma itt ezen a helyen. Na. Ellenőrizd a tűzjelzőt az irodák hátsó részén, és zárd be az ajtókat, kapcsold le a villanyt a mosdókban, küldd haza az embereket. Vagy itt még vannak emberek? Éjfélkor? Ha nincs túl óra éjfélkor, olvastam. Na nézzük a kamerákat. Úgy tűnik, még vannak bent páran. Hol? Először körbe megyek az első szinten, és bezárom az ajtókat. Jó, hát akkor ez a feladatom. Menjünk először körbe. Hát nem is látok senkit a kamerákon, bra. Jó, ezt már... Jó, oké. Okay. Na, akkor most felveszem a... Ezek a hangok... Be! Hát nem bírom. Jó, a jazz-t, azt kapcsoljuk vissza, a jazz-t. Töltött káposzta, megzabállak. Ma ezt úgy ennék most egy jó töltött káposztát. Ráhelyett töltött káposztája. Az a jó. Na jó, akkor a feladat adott. Én vagyok most a biztonságőr, úgyhogy felveszem ezt a kemény pószt, azt megyek. Hú, de nem lesz ebből jó vége. Mit kell csinálnom? mit kellett csinálnom? Első napom. Első napom, első munkanapom. Nem úgy megy ez. Az oda mindegy, mindegy. Mit kell csinálnom tényleg? Halló, jó napot kívánok! Esik az eső. Te tényleg mit kellett csinálni? Ellenőrizd a tűzjelzőt az irodák hátsó részén és zárd be az ajtókat. Oké. Okay. Villanyt a mosdókban és haza kell küldnem az engem. Jó van, a jazz a lényeg, a jazz. Azt mondja, ezeket kell megvizsgálni? Jó, kezdjük itt az elején, jó? Kezdjük itt. Nézzük meg először, hogy itt mi a helyzet. Van itt valaki? Van itt valaki? Lakik itt valaki? Hát ez egy üres. Itt valami terem van, de minden rendben. Oké. Okay. Hát akkor ezt bezárom, nem? Még nem fejeztem be a járőrözést. Ja! Át kell néznem minden a... Ja, először haza kell küldem az egemet, bezárom, mert csak bezárom valakit ide. Az hogy megy haza? Sehogy. Jó, akkor ez üres, tesó. Van itt valaki? Ó, oh, hey, uram, álljon meg! Van pisztolyom? Nem tudom. Maga... Mi? Azért elég para, hogy itt a sötétben áll egy csávó, nem? Hey! Miért nem mentél már haza? Te csinálod ezeket a hangokat? Szól a jazz? Halló! Uram! Takarodj haza! Ó, maga az új biztonsági őr. Igen, én vagyok. Már ennyi az idő? Hát uram, hogyha egy üres táblát nézünk folyamatosan, akkor persze az idő az telik. Hát akkor a maradék munkát kiadom holnap a beosztottaimnak. Reggel találkozunk. Húzzál már akkor innen hazafele. Mozduljál meg! Menj le, üssek arra a hülye tarkodra! Menj haza! Most mit állsz? Az igen, az szép. Húzzál ide haza? Kikísérlek! Engem nem szivatsz meg! Menj innen haza! Az is kiárat? Hát onnan jöttem be? Helyes!
Amúgy retek sokat dolgozhatott tényleg, amikor egy full fehér tábla előtt állt, azt nézett, az tényleg sok munka. My God! Laura, Anna, Mikuska, nagyon szép. Szia Peti, jöjjön vissza Robloxon. Megpróbálok, bár lehetetlennek tűnik szerintem. Tényleg szerintem ott már teljesen be vagyok telve, de megnézem majd. Szólíthatok egy helyet. Őt már voltam. Uzzáj, Ned! Hát nem hiszem el. Mit dolgozott ez itt? Semmit. Köszönöm szépen Elsépet Kozáknak, a Kokonosi Tier 2-t, Erzsi! Köszönöm! Köszönöm szépen Levinek a 7 hónapot, Levi! Szerbusz, Levi, köszi szépen! Hangos nagyon a játék hozzám képest? Vagy ez így jó lesz? Tűzjelző, persze, persze, a tűzjelző, hagynál, persze, itt vagyok! Semmi rendellenesség. Semmi rendellenesség. Az jó, nem? Az rendben van. Előbb küldjünk haza mindenkit, aztán bezárom az ajtókat. Mit szóltok? Ennyi? Le kell kapcsolni itt a világítást, jó? Tűzjelző. Ez az első emelet. Először kinyitogatok minden ajtót. Szellőztetünk egy kicsit. Bianca, majd nagyon szépen köszönöm 2 hónapot. És akkor majd... Ez a második emelet? Lift, jó? Jó a lift? Előbb zárjuk be az irodát. Rendben. Oké, a csávót hazaküldtem. Kezdjük akkor a... Anyád! Jó, kezdjük akkor először a WC-vel. Mit szóltok hozzá, jó? Megnézzük, hogy van-e itt valaki. Oké. Ezt nem kell bezárni, jó? De a WC-t azt le kell kapcsolni, a lámpát, jó? Van itt valaki még? Oh my god! Jó, hol a villany? Hol a villany? Hol a villany? Mit keres itt a retekbe? Okay. Akkor itt semmi rendellenesség nincsen, ugye? Semmi rendellenesség, az jó, az mindig jó jelent, az a játékban. Kizárta be az ajtót. Mi a pöcs volt ez? Jó, zárjuk be ezt az ajtót. Oké. Jó ez a meló eddig. Tetszik, a fizú is jó. Ha! Az asszony végre nem fog velem veszekedni. Még nem fejeztem be a járőrözést. Ja, persze, itt is meg kell vizsgálni ezt a szart. Bocsánat. Jó, csúnyan beszél. Elnézést. Egyébként meg egyedül vagy a kéjelőr a munkahelyemen, annyit kimondhatok, hogy szar. Semmi rendellenes. Ennyi, ennyi. Senki nem piszkáltak. Teljesen rendben van ez az este, hölgyeim és uraim. Ez az este itt most rendben van. Köszönjük szépen. Nice. Hú! Ha-ha! Van kamera is természetesen. Hey! Ja! Kaptam egy Mario hangeffektet, hogy valamit jót csináltunk. És jöttem vissza jazzt hallgatni. Az óra még mindig éjfélt mutat. Zene? Hol a zene? Olyan romantikus ez a zene. Ráhel! Gyere ide! Most érzem. Érzem a tesztoszteront. Szerbusz. Figyelj ide! Jazzt hallgatok, de nem akármilyen jazzt. Romantikus jazzt. Én szeretném, hogy add ide a kezed. Szeretnének elvinni vacsorázni. De nem csak vacsorázni, hanem rázni is. Érted? Tudom, 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 hogy nehéz megállnod a sármamat. Kocincs velem. Ezt most muszáj, ezt a pillanatot. Ez annyira romantikus ez a pillanat ezzel a zenével, hölgyeim és uraim. Ígyunk a... Gyere, bented nem látszik. Ígyunk a közös...
munkához. Közös munkára. Olyan közös életre. Na azért. Na meg. Hát mert most nem itt dolgozunk. Istenem. Köszönöm szépen. Menj. Most dolgom. Ez az... Ez az... És mi? Hallod? Egy nagyon fontos, jó jazz zenére én most éppen udvarias voltam. Mik a zenének is, ennyi volt le is, ennyi. Ákos, nagyon szépen köszönöm a 400 forintot. Jó, de mit tartott ennyi ide? Nem. Jól van, oké, rendben. Én is, de valamit most ki akarok próbálni. Mindjárt folytatom a munkát, bocsánat srácok, mindjárt folytatom a munkát, eskü, pillanat, valamit meg kell néznem. Ajaj. Kíváncsi vagyok rá. Erre nagyon kivi vagyok. Na! Uwe McKinley 990 forint, szarvid is vagy. Na figyelj ide! Uwe McKinley, először is, ha nem tetszik, akkor nem kell nézni. Jó? Akkor minek vagy itt, Uwe McKinley? Na, most mondd meg, eleve azt, hogy 909 forintot küldesz, és beírod, hogy szarvid is vagy. Panoljátok ki! Panoljátok ki innen! Azt, aki 9... Ez mi? Megengedsz magadnak ilyen szöveget? Nem hiszem el. Így át úti gyózt a szakadjon a torkodon. Ezt tudom neked mondani, Uwe McKinley. Csak vicceltem. Nem működik. Nem tudok magamnak donételni zsír. Na, most akkor mit kell még csinálni? Menjünk a másik emeletre. Igen. Jó, járőrzés előtt előzze az időt. Mit? Jó, még vannak bent páran. Jó, akkor menjünk a másik emeletre. Na. Bant, így van. Meg is érdemli. Köszönöm szépen, Ruland a 200 forintot. Kösz szépen, bro. Na, menjünk fel a másik emeletre. Én azt mondom, srácok. Most elvileg már fel kellene, hogy engedjen a Gamescu. Aha. Megnézzük a második emeletet is. Nikolett, 4000 forint. Nikolett, könyörögve. Nagyon szépen köszönöm neked, drága Nikolett, de tényleg most már örökre az adósod leszek. Nagyon aranyos vagy, de tényleg köszönöm szépen, nagyon sokat adtál már ebbe bele. Csak legyél itt és szórakozz jól, érezd jól magad. Ha meg tudlak nevetetni, annak örülök. Tényleg köszönöm, tényleg, de ez most már nem tudok erre mit mondani. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi szintet kell átnézem, ez hülye ez a játék. Hát én biztos, hogy nem. Hallod, végig kell mennem mind a 11 szinten? Ne, ez lehetetlen. Na, azért mindenki egy szívet küldjön be a Nikolettnek a chatbe. Tényleg egy ilyen Uwe McKinley emoji, tényleg. Köszönjük neki. Második emelet. Na, jön a nagy izé, figyelj, aki itt laki, figyeld a security-t, figyeld. Nem hallom a jazz zenét, egy kicsit félek. Jó, akkor kezdjük itt szépen itt. Ahó, éjjeli őr vagyok, jó napot kívánok. Van még itt esetleg valaki az épületben? Vizsgáljuk meg. Semmi rendellenesség, erről van szó. Jól van. Ha-ho, van itt valaki? Hé, hölgyem! Hölgyem, maga az? Hölgyem! Szép napot! Hm? Úristen, az a fej. Mi van a hajával? Ó, te vagy a... Igen, én vagyok az éjjeli őr. Jól nézel ki. Jesus! Ne haragudjon, feleségem és gyerekem van, jó? Húzzam már innen haza. Szupi lenne, ha számot cserélnénk. Számot cseréljen veled a rosszabb! Addig nem megyek haza, amíg meg nem adod a telefonszámodat.
Jó, hol van a stukkerem? Ígéren nem fogom meg, nem fogod megbánni. Hát ez, ahogy rád nézek, de biztos vagy benne, hogy meg fogom bánni, mert olyan fejed van, mint, na mindegy, hagyjad. Hehe, na jó, megyek már. Menj már innen a francba. Szia, menj már innen. Hogy vehették fel ezt? Ezt biztos nem azért vették fel erre a munkahelyre, mert ő jó munkaerő, másban jó. Biztos vagyok benne, hogy másban jó. És engem akar, azt tudom, hogy én jól nézek ki, ez semmi kétség nincsen, de könyörgöm, feleségem és gyerekem van. Ez meg, hogy ment le a második emeletre? Ott is izé van. Út? A második emeleten? Bro! Ha, megyek már, azt mondja, megyek már! Semmi rendellenesség, let's go! Erről van szó. Közben is zárhatom? Be is? Zárjuk is befele. Itt semmi rend, ezt nem is kell megvizsgálni. Itt minden rendben van. Oké? Okay. Nice! És ez a második szint, hát hanyad, mennyi szintet kell majd itt? Ez is megvan oldva, hölgyeim és uraim, akkor most már csak a WC-k lesznek hátra, ugye? Ja. Oké. Okay. Na. De érted, mindegyik WC ugyanúgy néz ki? Megmondom őszintén, a WC-ktől egy kicsit félek. És higgyétek el, hogy nem véletlenül félek a WC-ktől. Ez biztos. 100%. Ruland, köszönöm szépen a 200 forintot, tesó! Kösz szépen! Ha valaki egyszer ki fog rontani a WC-ből és meg fog ijeszteni a játék, gyerekek... Mondom! Tudtam, érted? Már érted? A horror talentem az fullon van. Tehát én erre már fel vagyok készülve. Horror talent! Mi az? Ki az? Mit akarsz? Ó, a biztonsági őr? Hagynád még a lámpát? Nem, ne arra, hogy az a munkám, hogy le kell kapcsolni, egyébként meg húzzál haza. Majd én lekapcsolom. Hát most gajak még itten, Glettel, menjél már haza, nem bírta ki hazáig, nézd meg, mondjuk ezt tudom milyen érzés, megmondom őszintén, tehát most nem tudok rá haragudni. Jó, de akkor tényleg kapcsolod le, mert miattad fognak kirúgni, mielőtt befejezted. Köszönöm szépen, Yukon Whisket, köszönöm szépen a 200 forintot, mi van? Az a név, egy kicsit felcserélődtek itt a dolgot, ebb baj. Na, jó, de most tényleg kapcsolod a lámpát, ha hazamész. Tényleg? Tényleg, öcsém? Miattad rúgnak ki, el kell tartanom a családomat. Nincs mese. Akkor ez a szint is megvan, mert megkaptuk a Mario hangeffektet, hogy jól csináltuk. Jó van. Na, let's go. Itt van a B-Turbo! Szerbusz Kopi Norbi! Mi a helyzet veled, B-Turbo? Drága egyetlen tesókám! Mi a helyzet? Ez egy jó játék, majd te is próbáld ki, bra! Meg a harmadik emeletre, kajak végig kell, mind a 11 szintet végig kell most néznem. Máj! Végig nézem. Éjjeli őr vagyok, tesókám. Let's go! Harmadik szint. Jegyezzük meg, hogy a második szinten volt egy ember, aki a WC-ben csinálta a dolgát. Remélem, hogy hazamegy és lekapcsolja a lámpát, mert hogyha nem, akkor engem vesznek elő, hogy nem végzem jól a feladatomat. Itt vagyok a... Te most szivatsz engem. Engedj ki! Engedj már ki! Köszönöm! Jó, mondjuk ez csak egy lift. Miért kötökszök? Nem tudom. Kötökszök? Van olyan szó, hogy kötökszök? Mindjárt iszok egyet. Úgy szeretem ezeket a... Halló? Van valaki a harmadik emeleten? Oh my god! Jó, hát akkor kezdjük folyamatosan ugyanúgy, mint eddig. Még nem fejeztem be a járőrözést. Jó, itt nagyon sötét van. Na, most már jó a neved, kedves... Köszönöm szépen a 200 forintot. Örülök, hogy... Hát én valamilyen mértékben megértem ezt a problémát, amit a nevedből tudok sugalni. Nekem is elő szokott fordulni, de a végén minden jóra fordul. Hidd el, itt is jóra fog fordulni ez a dolog. Milyen sötét van itt, kérlek. Semmi rendellenesség. Olyan... Na, ezekkel a tűz dolgokkal semmi gond. Ez a harmadik emeleten vagyunk, minden rendben. Hoppá, ez micsoda? TV? Megy magától a TV. Haló? Mi ez? Nanda, én...
Mi ez? Mit fejezzek be holnapig? És én figyeltem, én néztem végig. Róland, köszönöm szépen a 400 forintot, látom, bejön a nevem. Róland, igen, ez az új kedvesztem, hogy Róland. Mit kellett befejezni? Mi volt ez a felvétel? Mint hogyha valaki leszidott volna valamit, hogy fejezd be holnapig, meg figyelsz rám. Mint hogyha valami, nem tudom, itt dolgozó főnök cseszett volna le egy munkatársat. Oké, okay, nem baj, megyek tovább. Haló, van itt valaki? Húzzatok már hazafele, elmúlt éjfél. Reggelig én úgyis itt fogok rohadni. Oké. Okay. Jó, hát ez a harmadik szint, srácok, akkor mindjárt bezárom itt az ajtót. Tavaszi baktérium, én is itt vagyok már, szervusz tavaszi baktérium, nagyon jó ez a név is. Nagyon adom a nevedet, bro. Nagyon jó, adom. Na akkor ez a része már itt, akkor itt le van zárva. Láttunk egy tévét, valami felvételt. Itt még megvizsgálom a... azt, amire szükség van. Remélem jó pénzt kapok ezért a melóért, brámer ez öcsém. Semmi rendelleneség, az összes rendben van. Ennyi. Szeretném, hogyha értékelnétek egyébként a chatem, hogy hogy végzem a munkámat, ezt az éjjeli őr munkámat. Egyébként szerintem nagyon jól tolom. Jó. Akkor ez a szint is meg lesz. Ez a szint is okés. Oké, megvan ez is. Akkor most a WC-ket kell megnézni. Remélem itt ezen a szinten nincsen senki a WC-n. Ezek a hangok azért... Halló? Mindegyik WC ugyanúgy néz. What? Az ki? Az ki volt? Jó, mindegy, hazamért magától, legalább nem kellett megkérnem. Ez eddig jó? Oké. Okay. Ugye az egy nem is szellem volt, az egy munkát. Ez az befejezte a munkát, most már hazament. Még egy emberre kevesebb, legalább egy ember, de hát ezen a szinten nem volt senki, bro. De szar itt a lift! Megnézem, hogy ki volt az. Halló? Jó van, oké. Okay. Hazament, jó van, zsír. Ez a lift mit kap? Várjál, még van egy lámpa. Miért kapcsoltad le? Itt is szarik valaki? Nem azt kértem, hogy hagyd úgy. Mi van? Hát ez a... az egyen lentebb van. Ármin, köszönöm szépen a 7 hónapos tagságot. Mi ez? Lány vagyok, bro. Nem baj, attól még tavaszi baktérium. Köszönöm szépen a 400 forintot. Hello? Ez valami, itt valami nem oké. Itt az egy szinten... egy szinten lentebb volt, nem? Jó, hát elvileg... Mi van? Mi van? Mi van? Nem hiába iratkoztam be karatére, esküszöm, erre ez lesz az a pillanat, amikor ezt bevetem. What? Nem érdekel, mennyit fogok megfizetni? Jó, oké, okay, okay, mindegy, ez egy kicsit olyan fura volt nekem most. Jön a négyes! Jön a négyes! Nagy Péter, köszönöm szépen a 200 forintot! Meg mindenkinek mindent nagyon szépen köszönök! Ez egy jó gameszkú eddig, meg kell hagyni. Oké, negyediken vagyunk. Eddig minden rendben. Az előző szinten nem tudom mi történt, de kicsit befleseltem a... What? Az kicsoda az a feleségem? A printer kiküldött egy
papírt, amin van valami nő. Ez tuti valami szellem. Vagy valami itt dolgozó. Oh my god. Hát persze. Hát hogy ne. Még jó, hogy ez is négy szint. Hány szintes ez? 12? Ah! Oh my god. Jó, figyelj, security vagyok. Értelemszerűen ez az én feladatom. Szászák, nagyon szépen köszönöm a tagságot neked is. Nem kell pánikolni, meg fogom oldani ezt a problémát természetesen. Kezdem innen, jó? Azt majd a végén. Kezdem innen. Ó, itt van már egy másik ajtó is. Jó napot kívánok, mi ez? Jó, hát ez ilyen kis szekrény, vagy nem tudom. Szekrény mi ez? Ilyen kis tárolófülk, vagy nem tudom. Oké. Oh my god! És én ezt nézzem át! Oh! Hello! Jó! Jesus! Ki van ott? Semmi rendellenesség. Hát az előbb volt, hallottam egy rendellenességet. Ki van itt? Élőr vagyok! Mi esett le? Leesett a világítás? Biztos meg volt lazulva, vagy nem tudom. Jó, semmi baj. Oké, leesett a világítás, vagy leesett a izé, a cső. Kész, semmi baj. Megoldjuk. Oh my god! Nem áll, léci. Most miért nekem kell... Hallod? Én nem gondoltam át ezt a melót. Amikor én ezt elvállaltam... Nem. Nem vállalt. Nem gondoltam át ezt a munkát. Jó van, bezártam. Zsír. Akkor itt nincs semmi. Jó. Hallod, ember? Mi a pöcs? Már megint te. Mi? A főnököm azt akarja, hogy holnap reggelre fejezzem be ezt a munkát. Biztosan nem fogok végezni vele. Soha nem gondoltam, hogy ilyen kemény lesz a felnőtt élet. Ezek a határidők. Hihetetlen. Te vagy az egyetlen, aki tudja, hogy minden nap túlórázom. Kicsit örülök is, mikor meglátlak, mert tudom, hogy haza kell mennem. Szóval megyek is. Viszlát holnap. Hát itt lenne az ideje, bro! Ha frászhozod rám itt a sötétben azzal a fehér pofáddal. Megy már innen, mi ez a... Ez a megmozdulás, ez mi volt? Ez mi volt? Jó ég! Hogy nem fostad magad össze ettől a helytől? Jó, hello! Viszont látásra! Ha, tudod mikor maradtam volna én itt a meló miatt? Hát csessze meg a meló! Meg miért ilyen retek sötétbe kell itt dolgozni? Jó, itt már ezt bezártam, ezt hagyjad. Itt nézzünk körül. Nézzük meg akkor a dolgokat. Az a világítás, ez megmondom őszintén egy kicsit. Kicsit aggaszt engem ez a világítás. Nem onnan fogok menni, nem érdekel. Kintről. Jó, a lényeg, hogy most még megint, ha valaki hazament, tök zsír. Jó. Oh. Na jó, esünk túl rajta. Vibrál a fénycső. Ki kell cserélnem. Hol kell kicserélni? Jó. Jó.
Oké, cseréljük ki. Cseréljük ki a vibráló fényt. Oké, nem mondod semmi, nincs mitől félni. Erről van szó. Szeretnél egy fénycsövet, nice! Jézusom, nem áll. Kérlek. Ez az, cseréld ki, bro, cseréld ki. Ez az, kaptam a Máriót. Nagyon jó. Tu-tu-tu, tu-tu-tu. Oké, kész a negyedik is. Kész a negyedik. Az biztos, hogy való életben én ilyet tapasztaltam volna már régen. Hallod, már otthon lennék a feleségem felekébe bújva. Ja, ez jó ennek a hangja. Jó, oké. Be van szkriptelődve. Oh, zsír volt. Ötödik szint jön, hallod? 11 szintes ez a dög. Jó, semmi baj, semmi gond. Eddig tapasztaltunk egy kis problémát, de ezzel semmi baj nincs. Miért van itt erretek sötét? Egyre sötétebb van. Hiányzik a jazz zene. Nagyon hiányzik a jazz zene. Kicsit sötét van ezen a szinten. Én pontosan ezt mondtam. Menjünk, nézzük meg az elektromos helyiséget. Nézzük meg. Mi a pöcs? Azt mondja, kicsit sötét. Oh my god! Bro, meg fog halni, megdöglök, érted? Hiányzik a biztosíték. Persze! Ezzel napközben senki nem foglalkozott, mert akkor nem kell világítás, hát nyilván. Senkinek nem tűnt fel, hogy az ötödik emeleten fos a világítás. Hát miért lett piros? Én ezt nem akarom. Előbb kapcsoljuk vissza az áramot. Hát itt valahogy nem kérte. Itt valahogy nem kérte, hogy kapcsoljon vissza. Nem mozdul a kar. Nincs áram. Kiderítem, hogy miért. Ah! Oh my god! Szerintem egy az egyben most ide kell jönnöm. Volt itt valaha? Mi van? He? Menjek oda? Mi van? Oh my god, nem már! Mi ez? Hogy? Oh! Kérlek, jó Isten! Ordu! Please! Ah! Ebből Alt-F4 lesz, jó, már készít. Oh my... Nem akarom. Kész, nem bírom. Mi ez? Ó! Nem bírom. Nem bírom, ne nézze senki. Nagyon félek. Hova? Nem tudom, hova megyek. Megyek és kész. Hol vagyok? Van bárkinek valami elképzelés, hogy most hol vagyok? Kicsit be vagyok szarva. Hó. Van világítás. Kicsit olyan Silent Hill-nek érzem. Megszereztem a biztosítékot, dude. A semmiből, érted? De valahogy úgy érzem, hogy nem fogok tudni csak úgy visszajutni, mert egy, rohadtul össze-vissza lehetett menni. Kettő, ez egy horror játék. Ez nem annyi érted, hogy kicserélek egy... Hú, de nagyon meg leszek szivatva. Hú, de nagyon meg leszek ijesztve. Ezt már most... Hallod? Nem akarom. Nem marad... Én kikapcsolom a rákba. Engem nem érdekel. Én már nem az az ember. Én már nem bírom.
komolyan már én megdöglök. Köszönöm szépen, Ári Mester, a kukoricsi tagságot, addig is elterelted a figyelmemet. Köszönöm szépen. Csak egy út van vagy? Anyádba! Na ne, 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 azt láttad? Mondd azt, hogy láttad. Könyörgöm, láttad. Látnod kellett. Visszajöttem. Fel sem tűnik a csávónak, akivel vagyok, hogy konkrétan... Ki a... Mi jön? Mi jön még? Vajci! Já! Já! Jó napot kívánok! Hát te! Még mindig nincs áram, segítenél nekem felkapcsolni azt a negyedik kart szembe lévő szobában? Én biztos nem. Megyek haza. Sok sikert. Persze, menjél csak, persze. Belefér a munkámba. De egy pillanat alatt le tudtalak volna győzni. Hogyha nem veszem észre, hogy ki vagy. Ha, oké. Itt ezt akart, hogy ezt kapcsoljam itt fel? Szerintem igen. Jó? Van még? Halló? Van még van. Aha. Most fel kell kapcsolnom az összeset, gondolom. Fú, de már rám hozta, ami nem ijedtem meg, csak egyből így bekapcsolt nálam az ilyen... Hát hogy mondjam nektek, tudjátok az ilyen... Hát az ilyen reflex, hogy konkrétan simán lezúzom, ha arról van szó. Simán lezúztam volna. Jó, hát mennyit kell még lekapcsolgatni? Ott is van még egy. Oh yes! Biztos hazament innen az a nő. Azért körülnézek az emeleten lévő megfigyelő szobából. Az emeleten lévő megfigyelő szobából fogok körbenézni. Ha! Yes! Nézzünk körül az emeleten lévő megfigyelő szobából! Ó, tényleg itt van egy megfigyelő szoba. Ki gondol, miért? Ez a retek ribanc összemászkálta a padlót, most befarzítottam vele láb... Most takarítatom felfele, de miért kellett köpni? Mi volt itt? Mi zajlik itt? Hát azért megcsinálom a feladatomat. Be van zárva. Jó, semmi baj. Most már nem is kell ezzel foglalkoznom, ezekkel a dolgokkal? Én viszont munkámat normálisan végzem. Még nem fejeztem be a járőrzést, akkor fejezzük már be. A járőrzést. Semmi rendellenesség. Na, ezt is bezáratjuk, ez az ötödik szint. Bezáratjuk ezt is, természetesen tökéletes. Köszönöm szépen. Hold the exit. Ez is megvan. Nézzünk itt körül. Na, szondja, itt is vannak kamerák. Ez mi? Ezt a pillanatot felvették a kamerák. Egy ilyen helyen, el sem hiszem, felmondok. Kaigao Ochigi! Miért akar felmondani a Kaigao Ochigi? Na, én még a ötödik szinten. Nézzük az elsőt. Ez az első szinten van. A második szinten van. Ezt nem is tudom mozgatni a kamerákat. Jól van, harmadik szint. Vagy ide redben. Mindenhol minden rendben, az első három szinten minden oké. Okay. Negyedik szinten is. Ugye? Ja, minden oké. Okay. Az ötödik szinten itt vagyok bent, szerencsére nincs senki az ajtóm, és hatodik szint. Barátod biztonsági őr. Ó, igen? Azért jártam vele, mert elég menő volt. Igen. De neki volt valakije, nem? Igen, ezt mindenki tudja, azt viszont szóval elszeretett tőled? Ez nem egy szép kifejezés. Hát lényegében a testemmel fogtam meg, komolyan. Mi?
Sokkal jobb vagyok, mint ő. Most a feleségemről beszél? Csinosabb vagyok, nagyon rossz vagy. A nők mindig népszerűbbek. Ajaj. Futnak! A hatodik emeleten. Az a szaladás. Az a mit tudta, de ne esett a mércok. Ott hagyta? Harmadik emelet. És elmenekült, és ott hagyta a nőt. What? Hát nem ment haza. Hát ez azért van, mert ribánc vagy! Oh my god! Az ötödik emeleten van. Az ötödik emeleten van. Ebbe a szobában vagyok jelen pillanatban. És itt áll kint valami, hát nem tudom mi. Harmadik emeleti, az megha, hatodik emelet, megha... My god, guys! Most én fogok következni. Eperke, köszönöm szépen a tagságot! Köszönöm szépen, Eperke! Oké. Okay. Harmadik emelet. Meghalt. Az ötödik, a hatodikon meg... Még mindig ott van, visszanézem. Nem, eltűnt, eltűnt. Harmadik, hatodik kamera meghalt. Nekem kell megoldanom ezt a problémát. Nézzük meg ezt is. Oké. Okay. Ez egy második ilyen felvétele, egy ilyen izéből, tévéből. Ez egy csap. Olyan mázisták vagyunk. Igen, köszönhetően mindannyian hamarabb mehetünk haza. És mindenért vállalja a felelősséget. Mi ez? Ez ilyen rejtett kamerás felvétele? Sanyi, ki az a Sanyi? Sanyi! Nem azt mondta? Jó, akkor most nekem mi a feladatom? Ez most történt, vagy ez egy felvétel volt? Bra! Megkönyörgöm. És akkor most mit csinálja? Menjek ki innen? Menjek egyen fentebb? Próbáljam megmenteni a nőt? What? Akkor ide már nem megyünk vissza, a játék így oldotta meg, hogy oda már nem megyünk vissza. És felmegyek a hatodikra, érted? Felmegyek a hatodik! Ez hasonlít arra az egy kihívásra, amikor liftben kell játszani, és akkor elvileg bejutsz valami más világra. Elvileg van ilyen. Ja, nem sok... Hála jó Istennek, még itt van! A takarító személyzet! Hey! Takarító személyzet! Alé! Mi történt itt? Valami baj? És a jazz! Jó napot kívánok! Ahó! Jól van? Oh my god! Ezzel a jazz zenével már is nem félek semmilyen helyzetben. Milyen lassan fogja. Milyen lassan csinálja. Oh my god! Ezt nézzétek! Hello, asszonyom! Nem is lehet vele beszélni. Belefolytam. Az első nő, akibe belefolytam valóban. Ebben a játékban. Jó. Bocsásson meg, de itt még kéne takarítani, mert hogy a székek egymásra vannak borulva, érti? Tehát, hogy nem akarom bántani meg semmi, de én nem tudom, mi van most itt. Jó, oké. Mi a pöcs?
Itt valami nagyon véres. Nem tudom, esetleg ön nem zavarja-e, de nem úgy néz ki. Jó, addig én itt körbenézek, fú, vagy lehet, hogy maga ilyen, magának ez a nagy takarítás ezek szerint. Jó, köszi! Jazz zene, van az a lényeg. Semmi más nem érdekel, csak a jazz zene. Mondom, a jazz zene. Köszönöm. Semmi rend. Semmi rendellenesség a zenének, annyi. Ennyi volt a zene. Megnéztem, hogy semmi rendellenesség, érted? És ennyi volt a zene. A jazz. Kapcsold vissza, légy szíves. Léci. Erről az. Semmi rendellenesség. Itt nincs semmi rendellenesség, bra. De adom. Ez a kedvenc. Ez az árnyék, ez mi? Jó, az egy szék. Ez az. Jó kis jazz. Minden oké magával? Most mi a feladatom? Nem foglalkozik velem, ez úgy rosszul esik. Nem is lehet vele beszélni, mint hogyha itt se lenne. Igen? Baszki, megyek innen! Most vett észre? Bocsánat, elnézést! Ez nagyon creepy. Ez creepy! Szereti a jazz zenét? Bocsánat, szereti a jazz zenét? Ne bánts, Lici! Oh my god! Előbb zárjuk be az irodát! Mi van?! Beszárnád a... Csak a munkámat végzem. Csak a munkámat végzem. Léci. Ne csinálj semmi ostobaságot. Csak a munkámat végzem. Csak a munkámat. Mi a... Ne kérdezz, fogalmam sincs, hogy mi volt ez. De a hete... Nincsenek meg a gombok. Itt lesznek valahol a közelben, meg kell keresnem őket. Minek jövök akkor ki? Hetedik emelet. Az meg mi? Felmész? Hova? Nem! Egyelőre nem! Szóval felmegyek. Nincs kedvem. Úristen, mi? Hallod, egyre betegebb ez a játék. De a hetedik szinten vagyok. Oh, Jesus! Jesus. Jesus. Na most szartam magam össze. Kész. Tehát most bot... Oh my... Milyen? Ez követ a szemével. Ez követ engem a szemgolyójával. Mi ez? Mi van? Ki az? Ki az? Ne. Si. Hát úgy látszik, hogy nekem most fel kell mennem ezekre a... Jó, menjünk fel. Nem tudom. Oh.
Jaj, ne, így kell a gombokat összeszedni. Osz közben én meg nézelődök itt fent. Szálljál le! Szálljál le! Igen. Oh my god, ne csináld már velem, ez annyira tipik, de mégis annyira creepy, hogy... Ah. Jó, megvan az egyik gombunk. Oh, oh my god. Az... Jó, jó! Húzzuk el itt! Nem tudom ez mi! Oh my... Ez kemény volt. Mi ez a baba? Jó, akkor ide is... Úgy sem tudom elkerülni, hogy ne ijesszem meg, tehát... Ez meg fog ijeszteni. Húzok le! Oh yeah. Ez az? Már csak egy van? Nem tudom. Minek az összes? Csak az egy, csak a lefelét szedjük össze, azt húzzunk innen. De tényleg, csak a miért? Ott van valaki. Ott áll valaki. Ahogy felvettem, érted? Egyből megjelent a lába. Ott áll, nézd meg. Lejönjek, nem érek el. Ijesszem meg. Megvan az összes? Nem tudom. Remélem. Meg fog ijeszteni valami. Szevasztok! Más körülmények között tök jó haverok lehetnénk egyébként. Arra nem gondoltatok még, hogy legyünk haverok? Szevasztok! Jéééé! Ábel, köszönöm! Ábel Barta! Köszönöm szépen a TL2-t! Nagyon-nagyon szépen köszönöm! 8. szint következő... Ez elkapott. Ez azért, megmondom őszintén, ugye. Ez azért. Kiszemetel már megint. Én is tudtam, Chris. Kösz a kólát, vagy nem tudom mi ez. Kösz szépen, nem vagyok szomjas. Vagy ez szükség... Szükségem lesz rá? Én ezt nem bírom tovább. Nem az én hibám, nem tehettem semmit. Meghaltak. Mindenki eltűnt miatta. Semmi rosszat nem tettem. Minden az ő hibája. Húzok innen a francba. Nem érdekel, hogy kinek a hibája volt. Tudod mi? Csesszétek meg. Csesszétek meg egymást a... Jó. Ennyi legyen a probléma. Jó, lekapcsoltam a lámpát. Megvan, csinálom. És érted? Imádom az lámpát. Imádom az embert, akivel vagyok. Hogy mindenféle szar történik már körülötte konkrétan. Tehát látod, mennyi minden történik, meg milyen furcsa dolgok vannak. És ő kitartóan a munkáját végezve bezárja az ajtókat, ránézünk a izére, érted? Így megyek végig a szintegen, és a csávót egyáltalán nem érdekeli, hogy mi van. Imádom. Hallod, ha valaki így elkötelezi magát a munkáját illetőleg, az soha ne rúgják ki. Hát ennél jobb munkaerő nem létezhet, hogy ilyen körülmények között is csak arra a retkes szobákra meg villanyokra tud koncentrálni, mikor a vér, meg a kifogyott izé, takarító öreg asszony, meg vagy nem is tudom már milyen asszony, de teljesen rám, érted, mindenféle szellemfelvétel, haláleset felvétel, nem érdekli semmi a csávot, csak az, hogy a meló. Imádom. Kaszás Richard 2000, nagyon szépen köszönöm a 4 hónapos tagságot, neked is, bro, közi szépen.
Ez elmondjatok valamit, tehát ez elképeszt, ez nagyszerű. Hát valaki mindenkit, csak a munkája érdekli. Ezzel meg sosincs semmi rendellenesség, ezt is szeretem. Hogyha 8. szinten vagyok, szellemek mindenek vannak, de ezzel semmi rendellenesség nincsen. És ugyanúgy azt kell csinálnod végig, érted? A munkádat, Imre Siófok. Nagyon szépen köszönöm a 200 forintot. Hát remélem ezen a nyáron meglátogatunk téged, mármint Siófokot biztosan. Nagyon szépen köszönöm, de most tényleg srácok, mondjátok meg őszintén, hogy nem erről van szó. Tehát ez a best csávó. Ez best. Ez a csávó best. Ez elképesztő. Semmi rendellenesség. Visszanézhető lesz, természetesen rajtam nem múlik, hogy visszanézhető lesz. Tudjátok jó, hogy minden live-ot fent vagyok. Na, ezzel is meg vagyunk. Ugye? Vagy nem vagyunk meg, ami nincs bezárva. Aha, figyelj. Kész. Tututú, megkaptuk megint a Máriót, érted? Véri, de vagy oda kit érdekel, 8. szint. A meló a lényeg, hát ezért vagyunk fizetve. Mennyire igaza van amúgy? De mennyire... Mennyire igaza van? De tényleg mennyire igaza van? Mennyire igaza van? Ez ennyi. De kit érdekelnek a szellemek, a vér, az itt meghalt emberek? Senkit nem érdekelnek. A munka a lényeg, és menjünk a 9. emeletre, srácok. Kész. Várom a second DGS-ét. Természetesen. Mindenféleképpen. Elképesztő. Imádom. Tehát ez a 9. szint. Oké, okay. Véres itt már minden. A lényeg a meló. A munka a lényeg. Ugyanaz a szint mindig rosszabb, vagy nem? Rosszabbodik, vagy én nem tudom. Mi van? Hallok valamit. Az ki volt? Na jó, én nem tudom, hogy az ott... My God, ne csináld ezt velem, már most itt hall... Ne. Innen indulok. Köszönöm szépen az 5 eurót, Ferenc Bartus LOL. Köszönöm szépen a LOL-t. Zárva. Aha. Figyelj, téged értek. Tehát nem érdekli. Meg kell néznem, hogy azon van ez. Figyelj, azt odaír, hogy semmi rendellenesség. Figyeld, azt mindjárt írni fogja. Semmi rendellenesség, igazad van, semmi rendellenesség. Mögötted a szék forog magától, meg egy nő, semmi rendellenesség. A lényeg, hogy semmi rendellenesség nincsen. Semmi az ég adta a világon. Semmilyen rendellenesség. Hát ebben milyen rendellenesség van most őszintén? Milyen rendellenességről beszélgetünk? Ez nem rendellenesség, ez teljesen normális. Ez egy normális dolog. Nem hiszem el. Ez itt mi ez a folyosó? A retek? Az mióta van ott? Nem akarok oda menni. Oda menjek? Oda megyek. Úgy de meg fogom bánni. Azt a rohadt. Mi van? Gyerekek, most nem tudom merre menjek. Folytassam a munkát. A munka a lényeg. A munka miatt. Azért fizetnek. Semmi rendellenesség. Ez mi? Ez egy hol? Itt a... Opa! Mi van? Bro? Igen? Azt elaludtam már, ennyi az idő, és te? Mindig itt vagy. Mindig itt állsz, mikor felébredek. Végig itt voltál. Mindegy is, tudod, hogy merre van a főnököm? Már hazament? Az a szemétláda azt mondta, hogy addig nem megy haza, amíg van itt embere. Én is lelépek. Ez mi a franc van, nem? Bro? Bro, nem zavar, hogy... Bro, please! Én miért nem mehetek ilyen könnyen haza? Itt volt egy csávó, full random man. A 9. szinten szét van már oldva, semmi rendellenesség. Ennyi. Ez a sofint semmi gond. De mert széljen van rohadva a 9. emelet, meg minden, érted? És a csávó full random. Ó, basszus, elaludtam, hazamegyek. Érted? Nagyon jó, ez imádom. Jó ez a Szemcsi Peti, köszönöm szépen kedves Boglárka Donné, a 2490 forintot, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, amúgy van benne egy ilyen szem nyugtató dioptria igazából,
És ez tök jó, hogy a gépezés ellen egyébként. Á, öregszek én már, tudod már, nekem lassan már tolószék kéne meg minden. Csak vicceltem. De hogy hallod, nem bírom ezt a játékot komolyan. Tehát mi történt? Ah, itt biztos lesz valami. Nem, érted? Én csak a munka. Csak a munka. Engem nem érdekel semmi. Én megcsinálom a munkát ugyanúgy. Érted? Na, azt nem mondod, hogy nem vagyok jó security. Tehát, hogy mondd meg azt, hogy éjjeli őr. Ennyi. Ezt is bezártam. Ez is be van már zárva. Konkrétan bezártam mindent. Hazaküldtem az embereket. És most megyek megdögleni a folyosóra. Ez a best gameszkó. Nem bírom. Nem merek csak lenézni. Gyerekek, valamitől én is félek. Na jó, azért nem, ez csak egy játék, nem tud nekünk ártani. Ezek a... Könyörgöm! Mi ez, egy bomba? Megnyomtam, én nem tudom, mi volt ez. Megváltozott a hely. Mi történik? Ha. Ez hányszor? Nem, már könyörgöm, így lefele nézek, nem érdekel. Megszerezted a vészkiárat kulcsát. Most fogok megdögleni. Most fogok megdögleni. Most vége. Most megdöglök. Végem. Az mi a pöcs volt? Jó, erre megyek. Nem tudok. Ott volt valami. Nem nézek rád. Csak erre tudok menni, jó neveket. Á! Mi van? Félsz tőlem, csesz meg. Ki vagyok gyúrva? Ennyi, ki vagyok gyúrva, érted? Mondtam. Félj tőlem a szem... Yes! Lezúzlak! Mi volt ez? Nézd ki árat! Oh yeah! Vagy lehet menni a másik szintre? Vagy mi tört? Vagy most ezt meg kell néznem. Van bedelding meg ilyen dolgok? Nem működnek a kapcsolók ezen az emeleten. Felmegyek a lépcsőházba. Ó, akkor jó, akkor arra kell menni. Mi volt ez a mozgás? Mi az, ez Michael Jackson? Így hátra ment tőlem, vagy nem tudom, mi volt ez. Most lefele menjek, vagy fel? Most lemegyek. Haza. Nem lehet. Csak fel. Hallod, kajak végig tolom az egész szintet. Ah! És ez itt mi? És itt meg le van zárva. Jó, ez hanyadik? Ez a tizedik szint. Mi volt ez? Jó, a munkánkra koncentrál. A lényeg, hogy semmi rendellenesség, még mindig. Ez a lényeg. A tizedik el, hallod? Ha ezért nem kapok minimum kétszeres fizetést, de komolyan, hallod? Semmi. Hú, hát megmondom őszintén, most már kicsit... Kicsit most már bevagyok. Bevagyok most már egy kicsit slack and stack szólva a gatyába, de semmi baj. Semmi gond, hát ez semmi gond. Előbb zárjuk be az irodát, ért? Imádom! Egyszerűen imádom, hogy nem foglalkozik mással a csávó, csak a munkájával. Best! Best! Semmi rendellenesség nincs. Semmi! Igazad van, a plafonon lévő székek, azok nem számítanak rendellenesség. A lényeg, hogy a budin legyen lekapcsolva a lámpa. Semmi nem lényeg. Csak ez. Ez a játék. Jó, tessék. És imádom, hogy a Máriót azt azért megkapom, tu-tu-tu. Na, végére valami? Valami finom? Valami? Semmi? Valami a liftből? Meg se érkezik a lift? Ennyi. Azt hittem, hogy mögém fog valamit rakni, hallod? Nem rakott mögém semmit.
11-re megyek. Én már nem tudom. Érted? Egyszer már nem tudom, hogy mi lesz. Igen, pontosan. De. Aha, ott most konkrétan lefele megyek. Az a jó. És nem hagyták. Végén csak nem hagyták. Úristen, de hangos. Nagyon hangos, guys. Bocsi, kicsit mentem veszem. Oh my god, ne. És a végén csak nem hagyták, hogy végigcsináljam a melómat a 11. szinten. Maga ki? Ki ez a nő? És elcseszte a munkámat. Ez is elcseszte a munkámat. Mindig elcseszik a munkámat. Nem tudok mozogni. Oh my god! Baszki. Nincs semmi probléma. Ezt majd letakarítjuk. És megint egy ugyanolyan szinten vagyok, csak már minden piros. Ez a hard fokozat. Ezt a rohadt. Ez nagyon elvontatott. Ez nagyon. Megszereztem a vérfoltos óra üveget. Kíváncsi vagyok, sikerül megtisztítani valahogy. Mit tudom én? Hát tisztítsuk meg! Éjfélre kell beállítani az órát? Ez itt nagyon nem jó. Ez a hely. És elmondom neked, hogy miért. Oké? Okay. Ez ilyen nagyon ilyen... Én biztos vagyok benne, hogy ezen a szinten lesz valami, ami nekem ártani fog. 100. Még a villany kapcsoló sincs a helyén. Most az órát kell, az órával szeretné, hogy én valamit csináljak. Ott mi volt? Kajak megcsinál... Ide kellett hozni? Lemostam a vért az üvegről, 2 vonal van rajta. Jó. Bro, mit csináljak most? Nincs meg a kábel. Nincs kép. Oh my god. Hey man, megvan a kábel. Oh, ezt most valahogy ki kell nyitnom. Jó, hát a kábel megvan. Hát bocs bro, milyen jó vágású fiatal ember vagy. Az a fej. Jó. Oké. Okay. Akkor most gondolom az órát kellene nekem valahogy. Azt mondja, 9060. Na meg is van a kódunk. Ennyi. Az lesz a szép kombinációja. Ugye? 9060. Mondom 9060. Vagy lehet, hogy ez lesz a 90-es? Ez a kicsi. Ez meg a 60-as. Aha. Megvan a vidé. Oké. Nézzük meg, végül is belefér. Ez egy számítógép oldala.
nem merem tovább nézni. Ez most mi? Valaki, valami vélemény, vagy nem tudom, de... Ezt nekem mindenképp végig kell néznem, vagy... Jó, hát eddig mindig újat mutatott, szóval nem tudom, hogy most ez jelente bármit is. Oké. Okay. Valami változik, csak én nem látom se. Ó! Szere. Nem bírok tovább itt lenni. És ez most jutott el az agyáig? Gyerekek, 11 szinten keresztül lelépek. Hát igen, az kellett volna már az elején. Hát, azt mondja, lelépek. Mi vagy te? Mi? Mi ez? Oh my god! Franz volt ez. Október 22. Keigő Ochigi. Ez most egy másik ember? Mert én 23-án kezdtem melózni, ez volt az ending 1. Hány endinge van ennek? Én nem tudom, hogy most ez mi volt. Skacok, de... Ez az ending egy volt. Hát mennyi endinge van ennek a játéknak? Ezt lehet egyébként tudni? Ezt nem tudom, mennyi endingje van, majd rá fogok googlizni, viszont így a végén már így hallod, én nem tudom, hogy ez mi volt. Mondjuk összerándult a seggem a legvégén, de... Hát elég érdekes volt, most így nem tudom, most... Na mindegy, majd utána nézek nekem, szerintem már annyiban maradjunk, hogy kettő van neki. A második azt nem tudom, hogy lehet behozni, viszont azt már én nem is nagyon erőltetném ebbe a livestreambe, hogyha nem baj. Esetleg egy különálló videóban megcsinálom a másik a végét, gondolom szerintem most a rosszat csináltam meg szerintem, mert annyira nem lett happy end a vége. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis livestreamet, és remélem, hogy velem együtt féltetek. És hát esetleg e-mailben vagy itt ennek a live-nak itt a komment szekciójába írjátok le a második változatát, a végét a játéknak, hogy mit kell hozzá csinálni, aztán nagyon gondoljátok, megcsinálom külön videóba. Én nagyon élveztem ezt a játékot, egyre jobb chill arts gémek jönnek ki,
A régiek is jók, de ide jobban ráfeszülnek ezekre a dolgokra, és tényleg le a kalappal, ez sem volt, tényleg ez is az egyik kedvencem lesz. Én nagyon jól éreztem magam, remélem ti is, és hogy nem nagyon féltetek, és nem vetétek nagyon komolyan, nyilván én szóltam az elején, hogy horror lesz. Remélem jól meg tudtalak titeket nevetetni, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a rengeteg donétet, tényleg nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, és remélem meg tudtalak titeket nevetetni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk holnap. Szerintem egy videóval, vagy még lehet, hogy live-val, nem tudom. Hétvégén csak videók lesznek a csatornán, mert győri videós találkozó lesz, mindenkit várunk sok szeretettel, még van lehetőség eljönni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, jó éjszakát nektek, jó nyári szünetet, és találkozunk hamarosan. Addig is szerbusztok! Visszarokom ezt a nagyon jó zenét, amit az előbb szedtem le, mert szerintem az valami retek jó volt, úgyhogy azzal zárnám, ha nem probléma. Szerbusztok! Ja, és ne felejtsétek el, hogy nyáron alig fürdőruhában égtem magam a napon.